Infokommunikációs Technológiai Minisztérium sajátjának érezte az élelmiszeripar, mint egyébként a nemzetgazdaságnak egy meghatározó ágazatának a felkorolását a digitalizáció szempontjából. Ugye erre jött létre most lényegében a civil és egyéb ágazati szereplőknek a bevonásával, Nemzeti Agrárkamara, Magyar Kereskedési Iparkamara, EFOSZ és egyéb szereplők bevonásával egy ilyen szakmai fórum, ahol megvitatjuk, hogy hol tart most jelenleg az ágazatnak a státusza, a digitális státusza. Ez a digitalizációt vagy infokommunikációs szemléletformálást szolgáló program, ismertebb nevén a Modern Vállalkozások Programja, az elmúlt 4 évben, amióta folyik, nagyon komoly sikereket ért el a kis és középvállalkozások körében, és már 8000 fölött van azoknak a digitálisan felkészült vállalkozásoknak a száma is, akik a minősítés alapján kiérdemelték ezt a címet, és többlettámogatásban részesülnek egy másik támogatási projektből. Sajnos ezen belül vannak olyan ágazatok, amelyeknél ez az arány nem ilyen jó, turizmus, élelmiszeripar, vagy említhetem az építőipar, úgyhogy ezen ágazatok vonatkozásában a minisztériummal együtt szervezünk ilyen konzultációkat, ahol igyekszünk kideríteni, hogy ezekben az ágazatokban milyen speciális okok hátráltatják azt, hogy jobb eredményeket érjünk el, és utána próbálunk erre válaszokat megfogalmazni. Az Agrárgazdasági Kamara képviselői részéről elhangzott az az érv, hogy sajnos a magyar élelmiszeripar még egy alacsonyabb technológiai stádiumot él meg, és gyakorlatilag az ott működő vállalkozások többsége számára még nem a digitalizáció eredményeinek a hasznosítása, hanem tulajdonképpen egy alapvető technológiaváltás lenne szükséges, amit más támogatási programokkal kellene elősegíteni. Az infokommunikációs ágazatnak ezek a nagy trendjei, ezek az új trendjei mindenféleképp megjelennek majd az élelmiszeripari ágazatban is. Itt, ahogy el is hangzott, ugye egy precíziós gazdálkodásnak, az agráriumnak a lévő folyamatok ipari automatizációjának adnak most elsősorban teret. Ezután következhet adott esetben a feldolgozóipar, ami szintén elképesztően várat magára, és más egyéb ágazatokból egyébként ő képes is, és lehetősége is van átvenni technológiai trendeket. Tehát azok, amit mondjuk egy járműipari ágazatban működnek, azok működnek itt is. A mai napnak talán az a levonható tanulsága, ugye elkezdődött egy párbeszéd, ez volt talán a legfontosabb, hogy minden szereplő megismerje egymást, ez most megtörtént, és akkor innentől fogva kezdődnek el az operatív műveletek, tehát innentől fogva kezdünk el majd ténylegesen együttműködni egymással.